Az a lány a B-ből már megint csúfolódott velem. Á, már teljesen kivagyok. Annyit idegeskedtem emiatt a vizsga miatt. Ezekből a mondatokból magadra ismertél? Gyakran érzed úgy, hogy nem tudsz mit kezdeni a benned felgyülemlett feszültséggel? Akkor jó hírem van, mert ez az üzenet neked szól. Rózsa Babic Nóra vagyok, alternatív képességfejlesztő tanácsadó és mozgásfejlesztő. A munkám által gyerekeknek, fiataloknak segítek abban, hogy az iskolai és a magánéletükben egyaránt könnyebben boldoguljanak. Nap mint nap tapasztalom, hogy a fiatalok, sőt már a kisgyerekek életében is jelen van a stressz, ezért úgy gondolom, a stresszkezelésnek teljes létjogosultsága van az életedben. Miről is szól a stresszkezelés? Minél inkább elsajátítod és rendszeresen gyakorlod az öngondoskodás ezen formáját, annál kiegyensúlyozottabb és magabiztosabb lehetsz, hiszen képes leszel a helyzeteket saját magad is a helyén kezelni. A tartósan fennálló stressz vagy szorongás egészségkárosító hatásai ma már széles körben ismertek. Iskolai bántalmazás. Konfliktusok a családban. Állandósult feszültség a felelések vagy a vizsgák miatt. Ez csak néhány lehetőség a fiatalokat érintő stresszforrások közül. Minden bizonnyal te is reagálsz valamilyen módon a téged ért stresszre. De vajon valódi megoldáshoz jutsz, vagy csak sodródsz az érzelmeiddel? Mit jelent a valódi megoldás? A valódi megoldás megnyugvást jelent, hogy nem kattogsz tovább az adott helyzeten. Rövid és hosszú távon egyaránt semlegesíteni tudod a stressz negatív hatásait. Képes vagy átlátni, hogy nem vagy felelős mások viselkedéséért. Ezzel szemben nagyon is a te felelősséged, a te lehetőséged a saját lelki egyensúlyod megteremtése. Ez az öngondoskodás egyik alapvető formája, a saját lelki egészségedért vállalt felelősség. Bátorítalak, hogy élj ezzel a lehetőséggel. Csak nyerhetsz rajta. Megküzdési képességet, kiegyensúlyozottságot, önbizalmat. A legjobb stresszkezelő technikák nagyon egyszerűek, és azonnal éreztetik a hatásukat. Olyan, mintha lenne egy varázspálcád, amelyet bármilyen helyzetben tudsz használni. Próbáljunk ki közösen egy gyakorlatot. Vegyél egy nagyon nagy, mély levegőt, és közben képzeld el, hogy a benned lévő feszültséget összegyűjtöd. Olyan nagy levegőt vegyél, amekkorát csak tudsz. Szedj össze minden rossz érzést a testedből. Annyi levegőt szívj be, hogy már egy csepp se férjen több a tüdődbe. És most fújd ki teljes erődből. Intenzíven, jó erősen, hogy nyoma se maradjon benned a feszültségnek. Adj bele mindent! Ismételd meg ezt a kifújást néhányszor, még nem azt érzed, hogy megszabadulsz az összes rossz érzéstől, megnyugszol, és a testedet áthatja a békesség. Ügyesen csináltad, váljék egészségedre. Minden jót kívánok, köszönöm a figyelmedet. Szia!